Üdvözöllek a csatornámon! A cigánypecsenye egy klasszikus kedvenc, ami sertéstaljából készítve a legfinomabb. Finom, szaftos, zsíros, füstös és laktató étel. Először elkészítettem a pácot. Ehhez szükséges 5-6 gerezd apróra vágott fokhagyma, 2 teáskanál majoranna, 2 evőkanál fűszerpaprika, 8 evőkanál olaj, 4 evőkanál mustár, ízlés szerint bors és só. Alaposan összekevertem, majd rákentem a tarja szeletekre. Fóliával letakartam és 2-3 órán keresztül páncoltam. A füstölt szalonnát szeletekre vágtam, bevagdostam és a serpenyőben megsütöttem. Majd kiszedtem a szalonnákat és a visszamaradt zsírjában megsütöttem a tarja szeletek mindkét oldalát. Sült vagy tepsis burgonyával tálaljuk úgy, hogy a húszszeletekre tesszük a sült szalonnataréjokat. Remélem tetszett és kedvet kaptál az elkészítéséhez. Ha többi receptemre is kíváncsi vagy, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnézted a videót, legyen szép napod!